Igen, jól hallottátok a nevemet. Engem tényleg Kővágó Dömötörnek hívnak. Kiskoromban még zavart is. Képzeljétek el, hogy egy iskolában mennyi cikizést kaphattam ezzel a névvel. Gyerekkoromban nem voltam túl népszerű, sok barátom sem volt, viszont a számítógépek nagyon is érdekeltek. Hát főleg persze a videójátékok. Az egyik hétvégén a kevés haverom egyike elhívott egy rendezvényre, ahol korombeliek játszottak egymás ellen csapatokban. Ezeket a rendezvényeket LAN-nak nevezik. Ez egy olyan rendezvény, ahol az online közösség offline találkozik és versenyzik tárgy- és pénzdíjakért. Egész hétvégén versenyezni, remekül hangzott. A habatortán pedig az volt, hogy mindenkit az online neve alapján azonosítottak. Így mindenkinek egyenlően szokatlan és fura neve volt. Például Killer, nagyon kemény. Gabor, 13. És Boci. Vele a mai napig tartom a kapcsolatot, és együtt szoktunk fotózni. Mondanom sem kell, hogy a hétvége után beleszerettem az egészbe, elkezdtem LAN-okra járni, megismerni a közösséget, csapatokkal játszani. Olyan játékkal játszottam, amit nagy valószínűséggel mindenki úgy ismer, hogy a lövöldözős játék. Valami ilyesmi fog eszetekbe jutni erről szerintem. Borzalmas, ugye? Én nagyon élveztem, évekig jártam ilyen rendezvényekre, ahova mindig anyukám vitt el autóval, hiszen vinni kellett a számítógépet, a monitort, és hát az annyira nem volt jó a buszon. Maguk a rendezvények, azok belülről valahogy így néztek ki. Rengeteg kábel, üres pizzás doboz, és rengeteg nagyon figyelő srác. Egyik alkalommal anyukám meg is jegyezte, hogy mindig olyan fura látvány ezt a sok görnyed gerincű fiatalt megnézni. Én évekig nagyon élveztem ezt a játékot, magát, az egész közösséget. Nagyon sok embert ismertem meg az ország összes területéről, különböző korosztályokból. Nagyon sokat tanultam tőlük. Viszont rá kellett jöjjek arra, hogy én nem vagyok elég jó játékos. Sose fogom tudni ilyen sportszerűen űzni, úgy, ahogy szeretném. Viszont találtam helyette valami mást. Gondolnátok, hogy ez ugyanabból a lövöldözős játékból jött ki? Ez a videó a tökéletes mesterlövész témáját dolgozza föl, ezért torzak a színek, és ezért látjuk az ellenfelet a falakon keresztül is. Vagy mit szóltak ehhez? Mint hogyha egy hollywoodi akciófilm előzetesének és egy videoklipnek a keverékét néznék, nem? Ez, amire rátaláltam, a FRAGMOVIE. Ezek pár perces kisfilmek a videójátékból zenére. Maga a műfaj nagyon szabad, gyakran használ zenei ütemrevágást, vagy éppen speciális effekteket, mint például mondjuk a filmkészítője kicserél elemeket a játékban, például karaktereket vagy háttereket, pont olyan eszköztárral bír, mint a filmes világ. Vannak, akik szétszedik magát a játékot, kilopva annak elemeit, amiket aztán 3D szoftverekben feljavítanak, meganimálnak, és visszarakják a filmbe, pont azért, hogy valami mélyebb értelmet vagy érdekesebbé tegyék saját movie-jukat. Az egyik nagy kedvencem a Mazarini játékos néven ismert srác, aki a saját e-sport karrierjét és saját barátságát dolgozza föl legutolsó 2010-es FRAGMOVIE-ban. Ezt ő egyedül csinálta,
és szeretném a végét megosztani veletek. Ezek a kisfilmek ugyanúgy tudnak gondolatokat vagy történeteket elmesélni, mint hogy egy jó festmény, vers vagy színdarab teszi. Pár ilyet én magam is készítettem, és az ezzel megszerzett tudás, videóvágás, 3D szoftverekben való modellezés, animálás, alapvető szkriptelés, nagyon sok számítógépes alapismeret során találtam meg a saját szakmámat, amit a mai napig űzök. Még mindig Kővágó Dömötör a nevem, viszont ma már reklámokhoz, sorozatokhoz készítek vizuális effekteket, és a napokban jelenik meg az első általam rendezett videóklip.